a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémiának a célkitűzése az idei bajnokságban mindenképpen az első hely, a feljutás. Így igazoljuk a játékosainkat, így igazolunk játékosokat. Én azt gondolom, hogy ebbe a képbe beleillik mindenképpen a Schmid Eszter, akit Kisvárdára igazoltunk NB1-es klubtól. Ő egy ballövő, balátlövő, valamint egy hármas védőposzton nagyon jól alkalmazható, jól játszó játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen színesedett, mindenképpen szélesedett a repertoárunk. Elkezdődött a bajnokság, az első mérkőzést lejátszottuk Marcaliban. Az eredmény az jó, de annál sokkal fontosabb, hogy a csapatnak a teljesítménye is jó volt, folyamatosan javult a játékunk, folyamatosan stabilizálódott a támadás és a védelem, viszonylag kevés technikai hibával játszottunk, és ezek olyan dolgok, ami előre mutatnak, és ebbe kell nekünk gondolkodni. Az Eszter érkezésével, ahogy Zoltán mondta, gyakorlatilag lezárulik az átigazolási szezon, a csapatunk teljesen kompletté vált, és hogyha ehhez hozzáteszem, amit az előbb mondtam, hogy a játéknak a stabilitását kell fejlesztenünk, akkor itt az idő arra, hogy még stabilabbak legyünk, kialakuljanak a cselerendszerek, kialakuljanak a pozíciók, mindenki számára tisztában váljanak a feladatok. Én azt gondolom, hogy az új igazolásuk köztük Eszter nagyon szépen illeszkednek ebbe a dologba, hiszen mind a három játékos a belső posztokra jött, mind a három játékos stabil játékos, akik védelmet, támadást játszanak. Ugye Eszternek a specialitása a hármas védő, ami nagyon fontos számunkra, hiszen ott kell keménynek lenni, ott kell stabilnak lenni. Vele nyerünk egy magas atlétikus lányt, aki jól játszik támadást, szükségünk van a távoli átlövéseire is. Schmid Eszterrel beszélgetünk, új igazolás érkezett a klubhoz. Több poszton is bevethető vagy, a hármas védő, illetve a balátlövő poszton. Mégis mi az erősséged, hogy érzed, mivel tudnál segíteni a csapaton, hogy elérje a bajnoki címet? Természetesen mindenben szeretnék segíteni a csapatnak, de elsősorban az előző szezonban inkább védekezésben számítottak rám, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy picit most erősebb vagyok ebben a pozícióban, de azért is jöttem ide többek között, hogy támadásban is fejlődjek, és hozzá tudjak tenni a csapat munkájához, úgyhogy szeretnék elől és hátul is mindenképpen 100%-ot nyújtani. Hétvégén nagy rangadó vár a csapatra. Szerinted mennyi góllal tudsz hozzájárulni a győzelemhez? Hát a héten érkeztem, és még azt se lehetne mondani, hogy a hét elején, tehát próbálok folyamatosan beilleszkedni a csapatban, a Feri nagyon-nagyon sokat segít, és persze a lányokat sem szeretném elhanyagolni, hiszen ők is nagyon segítőkészek. Nem tudom, ez az edző feladata lesz eldönteni, hogy mennyi játék lehetőséget szab nekem, de én úgy gondolom, hogy csak a győzelem elfogadható ezen a mérkőzésen. Molnár Miklós alpolgármester úrral beszélgetünk. Alpolgármester úr személyes jelenlétével többször megtisztelte a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia hazai mérkőzéseit. Szinte végig szurkolja a hazai mérkőzéseket. Hogy látja, hogy sikerültek ezek az erősítések? Hozzájárulhatnak-e ezek az erősítések, új igazolások ahhoz, hogy Szombathelynek egy újabb első osztályú csapata legyen? Én azt gondolom, hogy egy nagyon tudatos hosszú távú építkezés folyik az SKK-nál, és ennek részeként jutott el oda a csapat, hogy reális esélye volt arra, már a bajnokság megkezdésekor, hogy ebben az évben megcélozza az első osztályt. Nyilván ennek sok-sok feltételrendszere van, és az őszi szezon utáni eredmények kapcsán merült fel annak a lehetősége, hogy most itt van az alkalom. Ki tudja, hogy egyébként a következő 5 évben lesz-e bárkinek lehetősége Szombathelyen női kézilabdában első osztályba jutni. Itt az alkalom, és meg kéne tenni mindent azért, hogy valósuljon meg. És mindaz a koncepció, ami eddig volt, hogy próbálni hozni olyan fiatal játékosokat, 21-22 éves játékosokról beszélünk, akik NB1-es tapasztalattal bírnak, segíthetnek ebben, és kifutási lehetőséget látnak egy év múlva esetleg az NB1-es szereplésben. Ezt a célt szolgálta egyébként a szakmai munkában bekövetkezett változtatásoknak az összessége, valamint a játékosok igazolások is, és hát természetesen az összes szombathelyi, aki itt van a csapatban, továbbá is számít mindenki. Itt nem arról van szó, hogy valakik helyett jöttek játékosok, hanem a keret megerősítése zajlott annak érdekében, hogy stabil első osztályú csapat legyen. Amire meg szerintem azért van igazán szükség Szombathelyen, egyrészt a kézilabda rendkívül népszerű, Szombathely egy sportváros, a sport létesítmények tömege fog épülni a városban, ez egy kitörési pont idegenforgalmi szempontból is.